lámpalázas vagyok. Nem, vicceltem. Ez nem volt vicces. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Végre újra itt vagyunk. Nagyon sajnálom, hogy eddig nem tudtunk jelentkezni. Viszont időközben megjött a hideg, megjött a rossz idő. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a mai videóban megmutatom nektek, hogy mi az edzés előtti és az edzés utáni rutinunk Tiarával. Az első dolgom, amikor kiérek Tiarához, az a jutalomfalat odaadása, sok-sok simi, ölelés és puszi. Miután kikötöttem a lovat, felviszem a farkára a sörényfényt, vagy szörfényt, ki hogyan nevezi, hogy amíg pucolom, tudjon hatni a szer. Majd nekikezdek a pucolásnak a kedvenc dúmommal, a Magic Brush-sal és egy puha szőrű kefével. Ezekkel végigmegyek a ló nyakán és lábain, mivel takarva van, a testén erre nem lesz szükség. Ezek után jöhet egy puha kefével a lónak a feje, amit itt ajánlok nektek, amikor a ló szeme fölött pucoljátok, hogy a szemét takarjátok el a kezetekkel, így a por és az egyéb más kosz nem megy bele neki. Utána jöhet a paták kipucolása, ami nagyon fontos, hiszen karámban, de akár boxban is bármi bele lehet a ló lábába, ami munka közben ne adj Isten zavarhatná. Már majdnem a pucolás végére értünk, így jöhet a sörény, az üstök és végül a farok kifésülése. Mivel már majdnem 10 perce hat az anyag a lónak a farkában, sokkal könnyebb lesz kifésülni, és sokkal kevesebb szálat fogok kitépni belőle. Ezek után jöhet a lábvédelem felhelyezése, ami nálam a kis kedvenc lesz, a bárányszőrös Kingsland. Most jöhet a nagy takaró lebontása, ami csupán annyiból fog állni, hogy kiszedem a csattokat, és egy picit hátrébb húzom a lovon a takarót, hogy az első részét a testének át tudjam pucolni gyorsan egy puha kefével. Majd ha ezzel végeztem, megfordítom, előre hajtom a takarót, és a lónak a farát fogom átpucolni. Mivel Tiara most takarva van, fontos, hogy minél kisebb terület és minél kevesebb ideig legyen takaró nélkül, hiszen nincsen hozzászokva ehhez a hideghez. Thank you.
Mielőtt még bármilyen félreértés történne, szeretném tisztázni azokkal, akik nem hallottak róla, hogy egy hónapig elég beteg voltam, és nem volt alkalmam kimenni a lóhoz. Ezért is gondoltam, hogy egy hónap után bőven elég lesz, hogyha csak elengedem a federesben, hadd ficánkolja ki magát. Még egy ideig tenni-venni fogok kint a lóval, ezért a polár takaróra ráteszem a kinti takarót, hogy a széltől ne fázhasson meg. Miután tisztességesen le van takarva a ló, jöhet a felszerelés leszedése. Mivel Tiara óriási bundában van még, mert nem volt alkalmam lenyírni, ezért egy puha kefével gyorsan átdörzsölöm ott, ahol még vizes, hogy gyorsabban száradhasson fel. Mielőtt még elfelejteném, minden használat után fontos lemosni a zablát, hogy legközelebb, amikor a ló szájába helyezzük, ne legyen kellemetlen neki az előző alkalomról rászáradt szennyeződés. Ezek után irány a patamosó a lábápoláshoz. A fagyok miatt a patamosónál el volt zárva a víz, így egy vödörből kellett gazdálkodnom. Az első feladatom ilyenkor, hogy a ló lábát levizezem, hogy a vérkeringést frissítsem, és az esetleges gyulladásos helyeket lenyugtassam. Következő lépés, hogy a Magic Brush-sal óvatosan végigmegyek a ló lábán, hogy a koszt leszedjem. Ezek után jöhet az öblítés, majd a kezem segítségével a fölösleges vizet kifacsarom a ló lábáról, hogy minél hamarabb tudjon száradni. Végezetül egy kis törölközővel dörzsölöm végig a ló lábait. Egy fertőtlenítő sprével végigmegyek a ló testén, hogy az esetleges sebeket vagy kisebb hegeket befújjam. Ezek után jöhet a paták ápolása, amit én a zöld olajjal fogok csinálni, amit egész évben lehet használni.
Hogyha elfelejtettétek volna, hogy hogy működik ez, akkor most beteszem nektek ide a pataápolós videómat. Végül, de nem utolsó sorban, hűtőlóbarzsamot viszek föl a ló négy lábára. Már majdnem mindennel kész vagyunk, és tiara felszáradt, ezért leveszem róla a polár takarót. Ez a végső áttakarás. A már nem használt polártakarót nem jó csak úgy bedobni a szekrénybe, ezért megmutatom nektek, hogy én hogy szoktam összehajtani. Miután a ló teljesen készen van, mehet vissza boxba vagy karámba, és nekifekszem ilyenkor a felszerelések tisztításának. Aznap használt felszerelések karbantartása és tisztítása azért létfontosságú, hogy minél több ideig tudjuk őket használni, és kevésbé menjenek tönkre. Ezt az invédőszettet, amit éppen láttok, nagyon-nagyon megszerettem, ezért nagyon vigyázok rá, és remélem évekig fog még szolgálni. A szerszámokkal is végeztem, jöhet a megérdemelt jutalom. Ilyenkor tiarának egy kis műzlit, egy kis zabot és vitamint szoktam adni. Hiszem, ennek a videónak is a végére értünk, remélem, hogy tetszett nektek. Jövő héten jövünk egy újabb, izgalmas témával, ami remélhetőleg a lónyírás lesz, és egyben, ahogy ígértem,
el fogunk utazni a Horslix segítségével. Nem mondom meg, hogy hova, és nem mondom meg, hogy mi lesz velük kapcsolatban a téma, de ígérem, hogy az is egy nagyon-nagyon izgalmas videó lesz. Hogyha nem szeretnétek erről lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha még nem tettétek meg. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett ez a téma, és egy hét múlva találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!